A mai alkalommal a végzetről fogok beszélgetni Griga Zsuzsannával. Sziasztok, szervusz Andrea! Van végzetünk? Hát van-e végzetünk? Igen, nagyon érdekes, amit kérdezel, mert ez egy picit ilyen baljós cucc, ugye, hogy végzet. Tehát azt gondolhatjuk első ránézésre, hogy ez majdnem ugyanaz, mint a sors, tehát mint hogy ezek karma, meg sors, meg végzet, mint hogy a szinonimák lennének, pedig nagyon nem azok. Ugye, sokszor mondjuk, hogy nagyon nem azok. Ez a lényeg, van végzet, van sors, van karma, és van szabad akarat, bizony. És tulajdonképpen az életünk ennek a kombinációjából áll. Igen, nagyon fontos az is, hogy igen, néha valóban kevés szabad akarattal, és nagyobb puttony végzettel jövünk, azt gondolom. Mi jelenthet az, hogy végzet? Ugye Zsuzsa karma asztrológus, én inkább a numerológiával csinálom, meg néha tarúval az elemzéseket, és más-más jelöli-e valami az asztrológiában a végzetet, tehát végzetnek nevezem én, és ezt most így mindenkinek mondom, azt, ami kikerülhetetlen. Igen, ezt amikor akartam mondani. Köztes létben elhatároztam, hogy nem biztos, hogy ez jó dolog, egyébként a végzet ugyanúgy lehet pozitív is, tehát valakinek az a végzete, hogy nagy művész legyen, ez is egy végzet, vagy az a végzete, hogy legyen egy betegsége, és esetleg azzal születik, ez is végzet. Tehát van pozitív és negatív végzet is, de a végzet az, amit a köztes létben elhatározunk, hogy lejövünk és megélünk. És ez kikerülhetetlen. Igen. Régen a görögök erről te többet tudnál mesélni, ott minden végzetes volt, meg minden sorszerű volt. Nem nagyon ismerték az ókorban még a szabad akaratot. Az a kérdésem, Zsuzsa, hogy mondd el nekünk, hogy az asztrológiában hol látszik a végzet, illetve mik jelölik inkább? Én erről van szó, tehát az igazság, hogy nem tudjuk azt mondani, mint nálad, ugye tudom, hogy majd te remélem beszélsz is erről, hogy mi is az a végzetszám. Tehát nálunk nincs ilyen egyedül meghatározó dolog, hogy igen, ez a végzet, hanem sokkal inkább sok dologból áll össze. Ugye, mielőtt erre válaszolni tudunk, majd a sorsról is beszélnünk kell, azt hiszem nem sokára kéne beszélnünk arról talán. Igen, lehet, hogy azzal kellett volna kezdenünk, de teljesen mindegy. Tehát a sors az, amit jöttünk beteljesíteni, és a végzet az, ami mindenképpen meg fog történni. Tehát én mindenkinek azt mondom, ugye, hogy a karma asztrológia abban többek között abban nagyon más a hagyományosnál, hogy a hagyományosnál ugye azt mondjuk, hogy ez így van, és kész, és ha nem így csinálod, akkor büntetést kapsz. Mi pedig azt mondjuk, hogy nincs kötelező karma, a karmát meg kell érteni, és utána eldöntheted, hogy teszel még bele energiát, vagy pedig nem, vagy más barakod. Most a végzetnél nincs ilyen. Tehát amikor, ha neked van az a végzeted valóban, hogy egy nagy színésznő legyél, vagy nagy művész, vagy az a végzeted, hogy rajta legyél a Titanicon, amikor elsüllyed, akkor a Titanic el fog süllyedni. És sok mindenből látszik, tehát először is mindenkinek van végzete, tehát ezt szeretném, hogyha tudnátok, hogy végzetünk az van, mint egy sorsunk is van, és karmánk is van, tehát ezek olyan fogalmak, amikkel jövünk. És azt gondolom, hogy a végzet az egy harmadik dimenziós díszletekben lejátszható, kikerülhetetlen esemény. Tehát a harmadik dimenzió az maga a földi sík, ahol van fizikai testünk, van tér, van idő, van, sajnos van idő, igen, múlik az idő, ugye, meg egyebek, és a kikerülhetetlenség abban áll, hogy mindenképpen találkozni fogsz vele. Ezt szokták a karmának gondolni egyébként, tehát itt tévednek nagyon sokszor emberek, hogy azt hiszik, hogy a karma a végzet, nem. A karma az, ami már megtörtént, és most eldöntheted, hogy teszel még bele energiát, vagy folytatod, vagy azt mondod, hogy köszönöm szépen, kegyelmet kérek. A végzetet nem tudod kikerülni. Tehát amikor végzetszerűen találkozol valakivel, például hiába élsz egy szép szentségi házasságban, vagy nagyon jó feleség, anya, és egyszerűen találkozol egy hatalmas szerelemmel, és hát vagy belepusztulsz, vagy nem, mindenképpen megéled. Tehát ez a vicces benne, hogy a végzet az olyasmi, amit nem tudsz kikerülni, még akkor sem, ha akarod, mert valamilyen energetikai szinten találkozni fogsz vele, és itt bejön azért a szabad akarat, hogy végül is megadod magad a végzetednek, vagy azt mondod, hogy köszönöm, itt megállok, és nem. De akkor újra kell jönni, és akkor még a működés, hogy ezt nem tanácsolom. Tedd meg nekem, hogy beszélsz egy kicsit, hogy te honnan látod a végzetet. Igen, numerológiában nagyon érdekes, mert azt szoktam mondani, hogy a generációknak van végzete. Magyarul a születési dátumunkból kiolvasható egy bizonyos végzetszám, egy összetett és egy egyjegyű szám is, ami nem azonos a sorszámmal, tehát maradjon egy kicsit titok, és
A nagyszülők már úgy is tudják, hogy ha generációs, akkor vajon igen, hogyan? Hát a generáció. Tehát tulajdonképpen van egy úgynevezett generációs végzet, ugye van a háborús generáció, van a rendszerváltó generáció, van a felszabadító generáció, van a millenniálisok, ugye akkor igen, mostani 20 igen, évesek. Igen, igen, igen. Vannak olyan generációk, vagy időszakok, amikor a művészet tombol van, amikor a tudomány. Tehát ez már egy kicsit az, hogy mikor jövök erre a világra, melyik században, az is már választás, milyen évtizedben, persze. Ugye ez nagyon fontos lehet már a végzetünk szempontjából. Aztán vannak egyéni végzetek, tehát ugye ez a generációk végzete, ugye vannak rendszerváltó, van ilyen-olyan dolgokat kell megélni, és aztán vannak egyéni végzetek, ezt is ugyanebből a számból számoljuk ki, amikor valamit meg kell, valamivel nem sorszerűen, hanem végzetszerűen kell találkozni, és ez nagyon érdekes, mert ez is látszik a numerológiában az emberek számaiból. Na most akkor itt csatlakozok be, mert nekem így egyszerűbb elmondani, hogy úgy láthatod az asztrológiában a végzetet, hogy vannak generációs állások. Mondok egy példát, ugye 2011 és 16 között 7-szer pontosodott be egy Uranus-Plutó kvadrát, és én azt mondtam, emlékezz vissza, hogy mire ennek vége lesz, addigra nem fogunk ráismerni a világunkra. És nem ismertünk rá a világunkra. Annyira megváltozott, és azóta egyfolytában változik. Mondhatom azt, hogy ennek a generációnak, amiben most vagyunk, az a végzete, hogy ezt a változást levezényelje. És meg is kell élni, és ez egy nagyon nehéz igen. változás. Tehát a nagy generációs állások, azok, mit tudom én, most ugye legutóbb 2020-ban volt egy Jupiter, Saturnus-Plutó 3-as konjunkció, ez egy végzetes, végzetszerű, végzetet hordozó állás, és akkor lesz személyes végzet belőle, hogyha valamilyen személyes bolygót belecsatlakozik. Tehát innen igen. lehet látni. Tehát ugyanúgy csatlakoznék, hogy igen, generációs állások mutatják azt meg, hogy egy-egy generációnak milyen a végzete, és mi az, ami kikerülhetetlenül meg fog történni, kollektív szinten mindenképpen, nem biztos, hogy leviszed az egyéni szintekre, de akkor is megérint. Akkor is megérint. Szóval a lényeg az, hogy van végzetünk, mindenkinek van egyéni és generációs végzete is, ami kikerülhetetlen, és azt gondolom, hogy talán ha nem megyünk ellene, ugye, ha azt mondjuk, hogy bizonyos szempontból el kell fogadni, hogy mi történt. Tehát vannak olyan vallások, ahol ugye az indiaiak azt mondják, hogy ha mondjuk egy betegen születik valaki, mert eddig a generációs végzetekről beszéltünk, meg a nagy végzetszerű sorsokról, de hát azért van egyéni is, persze. Azért van egyéni végzet is, tehát ugye egyénileg is elhatározzuk, már az is ugye, hogy mikor születünk, meg milyen közegben, de ezen túlmenően mindenkinek van valami, amit elhatározott a köztes létben, hogy ebben az életben ezt meg kell élnem, ha jól esik, ha nem, és mondom, van pozitív is, és a nehéz időszakokban is lehet nagyon pozitívan megélni valamit, ez nagyon fontos, hogy egy picit attól függ, hogy hogyan viszonyulok én ehhez a végzetemhez, például megélem-e azt, amit abban az időben meg kell élnem. Igen. Abszolút egyetértek, és el tudom befogadni inkább. Igen, bele tudok-e simulni ebbe az energiamintázatba, és hol találom meg a saját egyéni működésemben a lehetőségeket azon a végzetszerű paraméteren belül? Igen. Ahogy mondtuk a Zsuzsával, illetve Zsuzsa mondta, hogy ugye van végzet, van sors, karma, szabad akarat, mi ezeket a témákat tovább fogjuk a későbbiekben boncolgatni. A legnehezebb tulajdonképpen a végzet, és a legnehezebben olvassuk ki mi is a saját eszközeinkkel, hogy kinek mi a végzete és mit kell megélnie. De mindenképpen a tanulásnak a része, hogy az egyén lelki fejlődésének része, hogy ezt megélje. Abszolút így van, és annyira érdekes ez, mert mindig gondolkodom, hogy ugye angolul hogy van ez, és ott például a sors és a végzet szinte ugyanazzal a szóval íródik le, tehát nem tudnak különbséget tenni. Igen, csak én azt mondom, hogy a sorsunkat tudjuk alakítani hogy ne, a szabad akaratunkkal pontosan, a végzetünket
Ott a hozzáállásunkat tudjuk. Ott a hozzáállás, pontosan az, hogy azt, hogy hogyan élem meg. Szokták rám mondani, hogy azért vagyok szörnyű, mert minden rosszban meglátom a jót, és mindig meglátom, hogy abból mit lehet kihozni, és hát, hogy ez egy ilyen nagyon fura tulajdonság. De az a mérlegeknek az a tulajdonsága, azt hiszem, ez nem igen. Baj, igen, igen, a mérleg aszcendensemből jön egyébként igen. Elő. De fogadjuk el, hogy vannak végzetszerű dolgok az életünkben, és próbáljuk megélni azokat. Így van, és minél hamarabb elfogadod, hidd el, hogy azokon a paramétereken belül annál boldogabb leszel. Mert hogy azért az emberi élet célja a boldogság. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és a következő alkalommal beszélgetünk. Vagy a karmáról, vagy a sorsról, de mind a kettőnek fogunk időt szánni. Nézzetek minket a YouTube-on. Sziasztok! Sziasztok!